ifjúságképpen. Nagyba. Hallottam. Itt van most ugye. Nem sokára a húsvét. És nagyba hallottam az egyik marhanagy csanyítványt, hogy állítólag megkurtítják így a szünetet, hogy régebben ugye még az én időmben, 20-25 évvel ezelőtt, még a tavaszi szünet, ez a húsvéti szünet, ez két hetes volt. Két hetet adtak azért a gyákoknak, nagyba, ugye, hogy élvezzék a természetet. Mit tudom én, így eljárjanak ide-oda, Erdélybe, mit tudom én. De. Most, két hét, két napra korlátozódunk csak le. Hát hol élünk a kurva életben? A kurva ümögös úristának. Tehát, hogy ez is a tanároknak és az oskola rendszernek szól, hogy miért két nap lett anyátok picsáját. A másik dolog. Itt van ugyebár ez az áremelkedés. Most nagyban nézem a híradót a kocsmába. Nagyban, ahonnan még nem vagyok kitiltva, itt Fehérváron. Nagyban, ha látom a tévébe, 8900 forint, tehát 800-900 forintért az a legolcsóbb sunka őzétún, nagyba, 22000 forintos sunkáig van eladó sunka, ami már tölgyfa hordóba pálcult érlelt sunkát. Hát az anyátoknak a rohadt picsáját. Nagyba! Ebből is mit csináltak a húsvétkor üzletek, mi mindenből. Ezért egyébként nem lenne semmi gond a húsvétta nagyba, hogyha nem megint csak egy ilyen piacot, egy ilyen tőkés piacot csinálnának nagyba. Most hozzák be a Rahedli árut Szlovákiából, Lengyelországból, úgy bizony, de? És azokat nagyba adják el. Mert nekünk ugye nincsen disznónk, meg a többi. Mi csak löngyel disznót tudunk zabálni, anyátok picsáját, itt van-e? Csólán! Húsvétkor is ezt teszek. Ta. Meg fődig lisztán. Nekem, mindjárt mutatom, itt a Bartos sunkája. Ez a Bartos sunka. Ez a Bartos sunka. Ebből egy két kilónyi. Olyan, mint a csirke. Nem adok érte füllérse. Nem majd bemennek a... Nem akarom persze szidni a népeket. Bemennek nagyba bevásárolni ilyen csiper márkátokba, és kiviszik külföldre a pízt. Amit itt idehaza megveszünk, a csató mondta, az asszonypajtás, ő is húzta az igát a Spárba. Nagyba azt mondta, hogy nem ide megy a pénz, külföldre. Mit én, most nem akarok márka neveket. Csollandia vagy hol a Huna tökönbe megy ki a pénz. Itt a tojás. 60 forint egy tojás? 60? Mikor én voltam gyerek, 50 füllér volt. 80-as években. 83-ban. 2-ben. Mi a tojás? Mi aranytojótikok vannak? Vagy mi a fasz? Mi kerül egy ilyen kis szar tojásba? 60 forint, 60 piculába. Na, mi a 60 forint benne? Na, én a mondó vagyok egyébként. Csináljanak rengeteg tojásgú, likörgyárak tojáslikör, Bartosista tojáslikör. Másik dolog. Nagyba föltámadás. Ilyen. Nagyban ilyen föltámadásos dolog, hogy mi a helyzet Jézusnak a föltámadásáról. Arról én nem tudok beszélni Jézusnak a föltámadásáról, én arról tudok beszélni, mikor nagyban elmentünk locsolni az apámmal. Néha... Lefeküdtünk ott már bódulatunkba, egymásnak mentünk. Tóparton, Gajaparton, Patakparton. Madarason volt ez, körbejártuk Juci nénit megöntözünk, de nem ám így, hogy ilyen pacsulikkal, meg mit tudom én.
Nagyba reggel az apám főkeltette a jányokat, a családtag jányait, ugye, egy vödör vízze. Az volt a pacsuli. Azon nyomba ugrottak ki, mint a rosszabb. Én a falusi ezekben, a falusi szokásokban én benne voltam, úgy bizony. Utána elmentünk, megöntöztük a Juci nénit, Terka nénit, Veca nénit, öreganyám picsáját, Irma nénit, stb. Mindenhun ugye volt egy kis bőzé nedű. Úgy berúgtunk délutára, délfele, lefeküdtünk a Gajapartra, és a végén másnap volt a föltámadás, részegen összezuhantunk aznap délután, húsvét hétfőn. Kedden reggel, akkor volt a föltámadás, amikor nagyba így néztünk, hogy jé, fölébredtünk, fölkeltünk, akkor volt a föltámadás. Fölébredés, föltámadás. Ez nem a Jézusi föltámadás volt, hanem a Bartosi föltámadás. Na, még valami kérdésre köllött itt válaszolni, mert mindjárt meg is nézem, úgy. Igen, de... Igen, még akkor a köszöntések, akkor még legyenek itt benne. A Váci Vácra, Szentvarecának a szülőfalujába. Múltkorjában ugye nagyban voltak ilyen váci fickók ott. Vácra a 11 bő Madács Imre gimnázium. 11 B osztályának. De? Remélem, hogy megnyeri. Nem emlékszem a nevedre, hogy mi volt. Nem is tudom, hogy az iskola igazgatói választásnál. Remélem, hogy azért megnyered majd nagyba azt a verseny. És alternatív oskola választás, nem úgy, mint én a... Tehát remélem, hogy nem lesz olyan sundabunda benne, mint mondjuk abban a millás összeesküvős kis cirkuszba, faszacáréba, úgy bizony. Plusz Sós Roland, kérdezte Sós Roland nagyba tilam, hogy szeretem-e a tejet. Simán nem. Akkor szeretem a tejet, ha egy kis csalkoholtartalommal megvan dobva. És... Pluszba Geletta Szabolcsot, Vas Mátét, és... Ja, oda nézek, de... És pluszba, ja, mert ott is van egy csamere, ami vesz föl, és pluszba még üdvözlöm Bózsin Kunort hosszúval főszerkesztőt. Mindenkinek jó locsolást kívánok, jó berugást, főként jó berugást. Tehát jó berugást húsvétre mindenkinek.